az én előadásom jóval földhöz ragadottabb lesz, mint az előttem szólóké volt, hiszen egy város jelenlegi fejlesztését fogja kicsit felvázolni önöknek némi háztáji nacionalizmussal, ennyit engedjenek meg nekem. Zalaegerszeg egyébként éppen a tavalyi esztendőben ünnepelte első 1247-es írásos említésének a 770. évfordulóját, és mivel az eredeti egyik végzettségem történész bölcsész, azért itt most hosszan mesélhetnék a város immáron 771 éves múltjáról, de hogyha itt tennék, akkor azt hiszem, hogy rektor úr soha többet nem hívna meg engem, úgyhogy ha megengedik, inkább maradok annál, hogy jelenleg milyen gazdaságfejlesztési elképzeléseket igyekszünk megvalósítani a városban, és milyen olyan új célokat próbálunk meghatározni, amelyek reményeim szerint valóban a jövőről fognak szólni. Az első talán az lenne, hogy 2014-ben, amikor egy új képviselőtestület megkezdte a munkát, akkor egy teljesen új gazdaságfejlesztési programot hirdettünk meg, és ehhez kapcsolódóan egy olyan befektetés támogató és ösztönző programot is kidolgoztunk a kormány segítségével, amelytől azt reméltük, hogy az a nehezebb gazdasági helyzet, ami a régión belül látható, az valamilyen módon változzon meg, hiszen nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem sok támogatás szükséges a Nyugat-Dunántúli régióban, hiszen itt minden rendben van. Ez nem egészen így van, különösen mi Zalában ezt jól látjuk, hiszen lehetséges, hogy Budapestről vagy keletről nézve a Nyugat-Dunántúlon minden rendben van, de a régión belül azért egészen más a helyzete Győr-Moson-Sopronnak, Vas megyének és egészen más Zala megyének, Zalaegerszegnek vagy éppen Nagykanizsának, úgyhogy szükségesnek tartottuk ennek a programnak az átdolgozását. Fontosnak tartom azt is, hogy sikerült elindítanunk a településfejlesztési operatív programot. Itt csak utalok rá, hiszen nem ez az előadásnak a fő témája, de összességében 2020-ig 16,8 milliárd forintot költhetünk el. Nem arra, amire mi akarjuk, hanem arra, amire az Európai Unió megszabta. Ebből százalékos arányban megvan, hogy mennyi intézményfejlesztésre, zöld felületre és különböző egyéb beruházásokra. Legalább ennyire fontos, hogy elindult a Modern Városok program is. Ez Zalaegerszeg esetében több mint 200 milliárd forint értékű fejlesztést jelent. Ennek majd néhány részletéről szólni fogok, hiszen valami, különösen az útfejlesztés érinti a gazdaságfejlesztési törekvéseinket is, és azt nagyon fontosnak tartom, hogy egy teljesen új kapcsolatrendszert építettünk ki helyben, hiszen nem biztos, hogy egy magyar és történelem szakos bölcsész végzettségű polgármester tudja leginkább meghatározni, hogy a gazdaságfejlesztés terén mi a fő irány, ezért aztán egy konkrét tartalommal bíró együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi kereskedelmi és iparkamarával, a Vállalkozók Szövetségével, egyetemi és oktatási háttérintézményekkel egyfajta szenátust létrehozva. Én havonta egyszer Fehér Asztal mellett találkozok velük, és nagyon fontosnak tartom azt a sok-sok véleményt, jó tanácsot, és bizony néha jó szándékú kritikát is, amit megfogalmaznak, hiszen így lehet előre menni és építeni egy várost. Itt azokat a munkahelyteremtő beruházásokat látják csak, amelyek most zajlanak, hiszen a 2017-es év végén, 2018-ban is körülbelül 800 azon új munkahelyeknek a száma, ami Zalaegerszegen létrejön. Hogyha teljes egészében nézzük, akkor azt tudom elmondani, hogy 2014-től a mai napig összességében 4000 új munkahely jött létre a városban. A százalékos adatokra majd fogok utalni, de látható, hogy ezek között kis- és középvállalkozások és természetesen olyan multinacionális cégek is szerepelnek, mint a Flex, amely éppen a napokban hirdetett meg, hajtott végre egy újabb fejlesztést. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ezekhez a beruházásokhoz a kormány is segítséget nyújt és támogatást biztosít. Felolvasni nem akarom, hiszen önök is látják, de akár az Édenman, akár az ADA esetében olyan jelentős kormányzati, állami és HIPA által koordinált támogatásokat is kaptunk, amellyel ezeket a gazdaságfejlesztési programokat végre tudjuk hajtani. És most a napokban is nem csak az Alakó esetében, hanem a Flexben is egy olyan beruházást, egy új üzemcsarnokot adtunk át, amely immár az automotív üzletágban ahhoz a járműipari tesztpályához kapcsolódik, amelyről hamarosan szólni fogok önöknek. A hulladékgazdálkodási üzemet csak azért említem meg, mert ez egy teljesen új innovációs technológiát jelent, amelyre egyelőre nem nagyon találtak még megfelelő megoldást, a napokban fogja majd Palkovics miniszter úr avatni, és egy új innovációs, új kutatásfejlesztési programot is társítunk majd mellé. Ennek a lényege az, hogy az RDF, illetve a hulladékkezelés során
azoknak a hulladék termékeknek az újrahasznosítását milyen módon tudjuk majd mégiscsak megoldani, amilyet több helyen kutatnak az országban, de igazán hatékony megoldás még nem született rá. És ami a mostani jelenlegi helyzetet mutatja be Zalaegerszegen, 2014 végén ez a decemberi hivatalos adat 4,7% volt a regisztrált álláskeresők száma a városban, a 2017 decemberi adatot pedig látják, 2,7%-ra csökkent Zalaegerszegen a regisztrált álláskeresőknek a száma. Ebben nyilván benn van az a 4000 új munkahely, amiről beszéltünk. Viszont nagyon komoly probléma most már a munkaerő hiánya a városban is. Ezt a legnagyobb cégünk is tapasztalja. Éppen ezért a napokban elkezdődött egy 600 millió forintos beruházással megvalósuló modern munkásszállónak a kialakítása, és hogyha ez beválik, akkor újabbakat is szeretnénk majd csinálni. Ez a 2,7% egyébként 1050 embert jelent, de ebben a körben sajtó jelenléte nélkül azt hiszem utalhatok rá, hogy nagyjából önök is el tudják képzelni, hogy ki az a maradék 1050 ember, vagy iskolai végzettségük miatt, vagy egészségügyi, vagy mentális okoknál fogva őket már a munkaerőpiacra nem nagyon tudjuk behozni, úgyhogy ez egy jelentős kihívás lesz mindannyiunk számára. Az útfejlesztéseket csak azért említem meg, mert ebből kiemelkedik az M76-os út. Az M76-os az Zalaegerszeget köti össze az M7-es autópályával, méghozzá a Sármelléki Nemzetközi Repülőtér érintésével. Ez egy 170 milliárd forintos beruházás, ami most már elkezdődött. Közben Sármelléken zajlik egy 6,6 milliárd forintos fejlesztés. Hogyha annak a végére érünk, akkor Magyarországon három olyan nemzetközi repülőtér lesz, Ferihegy, Debrecen is a mi Sármelléki repülőterünk, amelyek az akkreditáció után a legmagasabb szintet fogják elérni. Úgyhogy ha, és itt jön egy kicsi újabb háztályi nacionalizmus, hogyha megnézzük a Ferihegy-Budapest vagy a Svehát-Bécs távolságot, és megépül közvetlen Sármellék érintésével ez a kétszer kétsávos gyorsforgalmi út, akkor majd, hogy nem azt mondhatom, hogy Zalaegerszegnek lesz egy 20 perc alatt elérhető nemzetközi legmagasabb besorolású repülőtere. A járműipari tesztpálya beruházást 2016-ban jelentette be miniszterelnök úr, 2017 májusában raktuk le az alapkövet, és most 2018 nyarán 30%-os készültségnél vagyunk. Rektor úrnak jelzem, hogy amennyiben a későbbiekben igény lesz rá, akkor szívesen rendelkezésre bocsátjuk majd az augusztusban elkészülő fogadóépületnek a konferencia termét, és akár ott is egy hasonló találkozót meg lehet szervezni úgy, hogy ahhoz már egy tesztpálya látogatást is hozzá tudunk kapcsolni. Úgyhogy ebben nagyon szívesen partnerek vagyunk. Ez egy 45 milliárd forintos beruházás 265 hektáros önkormányzati területen valósul meg, és amint azt önök is tudják, elsősorban az a célja, hogy részben az egyetemi hátteret, részben az akadémiai hátteret felhasználva, és főleg a Európából és Európán kívülről érkező cégeket kiszolgálva az elektromos és az önvezető gépjárműveknek a kutatásfejlesztését és innovációját tudjuk biztosítani. Jelenleg 200 céggel vagyunk kapcsolatban, és a legelső cég a szeptemberben egy német autóipari vállalat már meg is kezdi a tesztelést a fékrendszereket illetően, úgyhogy ők meg sem várják a teljes elkészülést, hanem már most elkezdődik ez a tesztelés. Ez nagyon komoly, csak egy kicsit visszakanyarodok a előző két előadáshoz is, nagyon komoly jogi és erkölcsi kérdéseket is felvet egyébként, hiszen itt nem csak a technológiának a kutatása lesz fontos, hanem az is, hogy ezeknek az önvezető gépjárműveknek a mindennapi használata az hogyan fog majd megtörténni, hiszen, csak egy példát mondok önöknek, mi mondjuk ülünk egy önvezető gépjárműben, és haladunk a saját sávunkban. Szemben érkezik egy kamion. És a mi önvezető gépjárművünk elé, a mi sávunkban egy kislány leugrik elénk, de abban a távolságban ugrik le, ami már fékezéssel nem hárítható el. Ebben a pillanatban ennek az önvezető gépjárművnek saját döntést kell hoznia, hogy elüti a kislányt és az meghal, vagy pedig elrántja az autót, és szemben neki megyünk a kamionnak, azáltal pedig mi halunk meg esetleg. Ugye, hogyha mi vezetjük az autót, az a mi saját döntésünk, és ennek következtében a mi saját felelősségünk is lesz jogilag. Ebben az esetben azonban
előzetesen, amikor akár az intelligenciának a programozása, akár az előkészítése történik meg, akkor valakinek majd valamilyen jogi alapon döntést kell hoznia, hogy itt majd az az önvezető autó melyik döntést fogja meghozni. Ezek nagyon komoly kérdések, és ez nem is egy magyar jogi kérdés, hanem európai, sőt globális szintű kérdés, hiszen nem lehet, hogy egyik országban ilyen, másik országban olyan választ adnak majd ezek az önvezető gépjárművek ezekre a kérdésekre. Egyébként a tesztelés az nem csak a városban fog majd zajlani, hanem nemzetközi kitekintésben is. Három fázisból áll majd az elektromos és önvezető gépjárműveknek a tesztelése. Az első fázisban bent a tesztpályán, teljesen hermetikusan elzárva, azt senki nem láthatja majd, hogy ott mi zajlik. A második fázisban ezek a gépjárművek kijönnek hozzánk a városba, és egy meghatározott útvonalon fognak közlekedni. Ez nekem, mint polgármesternek azért érdekes, mert a város társadalmát egy kicsit fel kell erre készíteni, vagyis olyan önvezető autó fog elmenni a zebrán megálló Marika néni mellett, ahol a vezetőülésen esetleg nincsen senki, csak az anyósülésen egy kutató koordinálja, hogy most mi történik. Erre bizony kellőképpen fel kell majd készíteni a helyi lakókat, hogy mi is történik itt egyáltalán. És a harmadik fázis pedig a közúti tesztelés. Egyrészt egy Zalaegerszeg, Maribor, Grác, Zalaegerszeg háromszögben. Maribor és Grác egyetemével, a rektorokkal már aláírtuk az erre vonatkozó együttműködési megállapodást, és itt egyébként magyar oldalról a Pannon Egyetem, a kutatásnak a főpartnere a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mellett. Másrészt pedig van egy hazai tesztelési kör, ez a Zalaegerszeg, Győr, Budapest, Zalaegerszeg háromszög, amelyet szintén erre használunk fel. És hát ehhez kapcsolódik az, hogy önvezető gépjárművek és a gépjárművek közötti kommunikáció nem létezik 5G nélkül, ezért aztán Magyarország kormánya úgy döntött, hogy az országon belül Zalaegerszeget jelölte ki arra, hogy az 5. generációs mobilhálózatnak, az 5G-nek a tesztvárosa lettünk. Szerintem ezt ebben a körben különösebben nem kell magyarázni, ugye, hogyha csak 4G van és azokkal kommunikálnak az autók, akkor az a pár másodperc éppen elég arra, hogy összeütközzenek. Legalább 5G kell ahhoz, hogy a gépjárművek egymást követve vagy fékezés esetén túl közel állva egymáshoz ne okozzanak balesetet. Ezért is van az, hogy az 5. generációs mobilhálózatnak is Zalaegerszeg lett a tesztváros, és ehhez kapcsolódóan már Budapesten kívül 2017. decemberében Zalaegerszeg volt az a város, ahol Budapest mellett elindult a 4G plusz szolgáltatás is. És ha már a közlekedést említettem, azt is fontosnak tartom, hogy ehhez egyfajta logisztikai fejlesztés is társuljon. Miért pont Zalaegerszeg? Ugye nagyon közel van hozzánk, mindössze 350 km-re a Kóperi Nemzetközi Tengeri Kikötő. Onnan egyenesen Zalaegerszegre, Zalaszentivárra vezet a Nemzetközi Vasúti Korridor, ami pont nálunk ágazik ketté. Ott van mellettünk Sármellék, ahol szintén fejlesztés zajlik, és majd a kétszer-kétsávos gyorsforgalmi utaknak a kereszteződése is Zalaegerszegnél fog találkozni. Éppen ezért aztán a Modern Városok programba egyik főelemként vettük be egy logisztikai központ és konténerterminálnak a létrehozását, amelyben szintén jó úton haladunk. Én nagyon bízom benne, hogy ezek a fejlesztések már kicsit tényleg a jövőt fogják bemutatni, de az, hogy a városban milyen egyéb fejlesztéseket generált már most a járműipari tesztpálya építése, azokat ezeket a szlájdokon mutattam be. A Mindcenti program, az úszoda fejlesztés, az Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ, a kerékpárút építés, a Zöld Zala program, ezekről nem szeretnék hosszabban beszélni önöknek, hiszen ez inkább a város imázsához kapcsolódó fejlesztések lennének, de azért mégiscsak azt jelzik, hogy mindössze egy 30%-on álló beruházás is már mennyi új fejlesztést generált. Már most az elmúlt két évben, 2015-től számolva egyébként 504 új társasházi lakás építése kezdődött meg, vagy zajlik a városban. Most először láttuk azt, hogy emelkedik hosszú idő után a városnak a lakossága is, és nyilván ehhez egy városnak a helyi intézményi rendszerre is nagyon sokat kell áldozni. Itt nyilván a bölcsődék, óvodák, általános iskolák megújulása mellett, ami a mi szempontunkból majd igazán fontos lesz, az az, hogy a munkaerő hiányt azt valamilyen módon meg kell oldani. Erre ugye alapvetően két megoldás látszik, munkásszállóépítés és más országokból, esetleg Erdélyből, Kárpátaljáról, Ukrajnából hozott munkaerővel történő megoldás ennek a problémának, ami nem az igazi megoldás. Tehát nyilván nekünk az lenne az igazi, hogyha valamilyen módon a helyi erőket tudnánk ilyen szempontból mozgósítani.
Úgyhogy a munkásszálló építése mellett saját forrásból 600 millió forintot költünk egy duális képzőközpontnak a kialakítására, aminek pont az a lényege, hogy a helyi fiatalokat az iskolarendszer mellett igyekezzünk bentartani a rendszerbe, és ebben minden cég egyébként partnerünk, aki segíti ennek a megvalósulását. Másrészt sikerült egy 4,4 milliárd forintos egyetemi fejlesztést is elindítanunk. Ezen a héten volt egyébként az oktatási épületre vonatkozó közbeszerzésnek a eredményhirdetése, ahol pedig amellett, hogy az épületeket mind felújítjuk a következő években, egy SSC programot is el tudunk indítani, hogy azok a kis és középvállalkozások is partnerre tudjanak találni, akik számunkra fontosak. Én pontosan 15 perc 28 másodpercet beszéltem rektor úr. Én még egyszer köszönöm valamennyiüknek. Nyilván ez inkább egy városról, egy város gazdasági fejlődéséről, a mi kihívásainkról szól, de hogyha bármi kérdés van 4 óráig, akkor állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen.